Itt az új tanév, és ezzel együtt újra elindult országjáró körútjára a Fradi Suli program is. Hagyományos rendezvényünk első állomása idén a Telepi utcai Ferencvárosi Sportiskolában volt. Az intézmény kivételezett helyzetben van, hiszen az itteni alkalmakra rendre olyan sportolók érkeznek, akik korábban ennek az iskolának a padjait koptatták. Ezúttal sem volt ez másképp. Áfra Noémi személyében egy ex-telep is volt a suli program vendége, míg Leandro gyermekei révén manapság napi szinten idézi fel az iskolás emlékeket. Mi nagyon örülünk, hogyha itt kezdik minden évben, sőt, jövőre és meg utána is szeretettel várjuk a Fradit, hiszen mi is fradisták vagyunk. Szerencsére tényleg évről évre minden évben találunk olyan diákunkat, aki kimagasló eredményt ér el. Az a másik, amit pont itt mondtam, hogy a Noit tavaly még itt látták a folyosón. Én láttam az arcokon, amikor itt elment közöttük, hogy akkor is néztek, hogy hú, hát a tévében láttam, és most itt van mellettem. És de látom, hogy most is ugyanolyan lelkesedéssel vetik rá magukat, mert ez egy példa. Igazából nem így gondolok erre, hogy példaként jöhetek vissza, mivel igazából el sem hiszem, hogy én ezt elértem. Nem is tudtam vele foglalkozni, tudatosan nem is tudatosul bennem, hogy igazából miket is, hol is álltam helyet. Úgy jövök vissza, mint egy normális diák voltam, úgyhogy így nem is gondolok rá. A tesóm most is itt ült az egyik padon, úgyhogy azért is voltam egy kicsit olyan viccesre ezt az egészet, mert ő mindent tud rólam, és hogy összesúgtak, hogy akkor a kérdésre kiválaszoljon, és akkor ki legyen az ajándék. Úgyhogy vicces volt, de igen, találkoztam tanárokkal, megpuszilgattuk egymást, megölelgettük egymást, úgyhogy én nekem tényleg mindig mosolygós ide visszajönni. Akár hiszik, akár nem, vagy mindig jó tanuló voltam azért, úgyhogy ezt próbálnak, mert nagyon fontos, mert nem mindig voltam benne biztos, hogy azért profi sportolók leszek, úgyhogy a suli az mindig nagy hangsúly volt nálunk a családban, hogy ha nem is, akkor én orvos akartam lenni, úgyhogy ahhoz nagyon sok tanulás kellett volna, úgyhogy mindig próbáltam jót tanulni, és de amikor jött a választás a foci és a tanulás között, foci választani is, de rengeteg barátom van, aki az is a foci választotta, és nem tanult tovább, és látom, hogy egy-kettőt szenvednek most az életbe, úgyhogy a tanulás az mindenképp nagyon fontos. És sportolóink példája a jelenlegi iskolásokat is motiválhatja. Elmondták, hogy hogyan sportolnak, miket sportolnak, és hogy hány évet csinálják, és hogy küzdöttek azért kisebb korukban, hogy ilyen szinten legyenek. Egyébként sportolónak készültek? Igen. Én is. És milyen sportágban? Futball. Én is futball. Hát akkor gondolom azért hasznosak voltak, amik elhangzottak. Igen, persze. Igen. Mi volt, ami a legérdekesebb volt? Hát igazából, hogy mennyi dolgot elértek már az életben eddig is. Hát szerintem az, hogy mindent megtettek azért, hogy ilyen szintre elérjenek, és hogy milyen sok mindenről le kellett mondaniuk. A tanévnyitó esemény azért is volt különleges, mert három európai élklub, az Internacionale, a Feyenoord és a Bayer Leverkusen delegációja is megtekintette a programot. Well, we have a staff meeting right now here in Budapest for the education programs from the EFDN. That's the European Football Development Network. So we learn from each other, we see all kind of stuff. Very nice to see interesting things. We've got some similar programs like this one, although this one is very, very big. It's very nice to see that the whole school comes out to see this. In our project, it's only the classes, so it's super nice that the schools are willing to do this, and you see the effect on the children. They're happy and nice, and they like it very much. So. It was cool, very nice to see. Yeah. A Fradi Suli program továbbra is várja iskolák jelentkezését, amelyek a Fradi Suli program @fradi.hu e-mail címen jelezhetik részvételi szándékukat.